Kicserélik a nyílászárókat és a tető héjazatát, valamint szigetelik a homlokzatot a Nyírbagáti Általános Iskolán. A nagyközség egy kormánydöntés értelmében kapott 150 millió forintot, amit középületek energetikai megújítására fordíthatnak. Folyamatban van a többi középületeinek és a külső megújulása. Energetikai szempontból ez nagyon fontos, hiszen sajnos a középületeink nagyon lelakott állapotban vannak. A nyílászáróinkon átfújnak a szél, szinte alig léteznek, a homlokzat nincsen hőszigetelve, a héjazatunk az szinte sehol, a födém sehol nem hőszigetelt. Mi nagyon örülünk a polgári kormány által nyújtott lehetőségnek. Most folyik a második 150 milliós projektnek a feltételes közbeszerzése és a pályázat benyújtása is, a kettő együtt párhuzamosan folyik. A befejezési munkálatok ugye sürgetnek, az első projektnek a befejezési ideje az október 30, a második projektnek pedig november vége, december eleje. Tehát nagyon feszített tempót kíván mind az önkormányzattól, mind a kivitelezőtől. A projektek keretében valamennyi középület megújul Nyírbagáton. A polgármester elmondása szerint az önkormányzat eddig is törekedett arra, hogy energetikailag hatékonyan működjenek az intézmények, így csökkentették a kiadásokat. Több mint egy évtizede arra törekedtünk, hogy kiváltsuk a gázfűtést helyi fatüzelésű megoldásra, tehát nálunk elmondhatom, hogy mára egyetlen egy középületünk sem gázzal fűtött, hanem fával fűtöttünk, de ugye a készleteink is végesek, és nem mindegy, hogy mennyi energiát fogyasztunk az adott évben. A Nyírbagáti Általános Iskolába 250 tanuló jár. A tervek szerint a felújítási munkálatok a tanévkezdésre befejeződnek, így a diákok zavartalanul kezdhetik meg tanulmányaikat a megújult épületben.